Na mi a helyzet, gyerekek? Gyorsan mielőtt beesteledik, egy rövid videót nyomjunk. Kanonnal fémezek. Mostanában egy kicsit át kell állni a káremet. Jobb a képje, a minőség, meg a fény, meg minden. És legalább látom én is, hogy mi történik. Na jó. Adlan. Ezzel az a szor, ugye, hogy kell manuálisan mindig állítani a fókuszt. És mikor közelebb filmezze, na most nem fordul meg a kamera, de kijelző. Na mindegy. Kiálltam, átköltöztettem a maradék. Az Isten, csizmámba valami mocorgott. Maradék palántákat átköltöztettem, még le kell a gasztrólit nyírjam, de ilyen rohadt szúnyogok már jönnek. Ezeket meglocsoltam, megöntöztem. Ja, kibogoztam egy néhány méter, pár száz méter kigyót, laskát, spagettit, és beköttem oda az elosztóba, hogy legyen legalább itt egy slagom, hogy mit tudok hordozni, öntözni, mert van egy ugye ott, amivel a ház előtt meg hátul működök. Na, sajt ki a hódot. Na. Ez a kanon, az nagyon fasz, csak nagy a súlya, hatalmas. Nehéz cipelni. Meg nincs autofókusz, lenne autofókusza. Van, amikor fényképezel, de amikor videózol, akkor nincs. Milyen szép így a banán mellett a hód. Na, tehát itt voltak azok a zedények. Így most le tudom innen is vágni ezt a maradékfüvet, és itt folytatni akkor. Hát ott a taszigálóssal kell vágjam az árok peremén. Na, itt vannak a nagyok, amiket nem bírtam elcipelni. Nagy, túl nagy a súlyuk ezeknek. Így valahol ide a közelbe ezeket elültetem. Ez azt hiszem, ez egy csája. És a másik az jackfruit. Magról ültetve. És ez kókusz. Itt a dió még látszik, tehát ez is magról van, dióról ültetve. Esetleg esvány van itt vágva. Ah, ne virágzik a az izé, milyen fának hívják, pomegránit. Gránátom a fa. Na, itt ösvenyeket vágtam, de itt vannak hatalmas nagy fűvek. Lassátok. Közel derékig ér. Hát valahol derékon felül ezek. Na, de ugye általában nincs baj itt a földön. Van egy-egy hely, ahol vannak ezek a nagy csomós fűvek. De legtöbb helyen nincs baj, mert levágtam volt ugye az esős szezon előtt. Teljesen levágtam. Úgyhogy nem bírtak megnőni olyan hatalmasra. Na, ma ültetésre már nem volt idő, mert hazajöttem, s egyet fogtam. És azzal le. Hát egy kicsit túl sok fényt ereszt be a kanon. Múltkor reállítottam a hogy mondják ennek az állításnak, a light sensitivity, vagy mit tudom mi. És közben így túl sok fény enged be, de lehet csak hátra kell forduljak a nyugati partnak, csak akkor jobb lesz. Ha beközelítesz, akkor újból kell lefókuszolni. Kiközelítesz, akkor megint újból kell fókuszolni manuálisan. Ja, ez a kamera inkább arra jön, ez a Rebel T3-os. Úgyhogy minek hívják. Ja, a T3-i. Ez inkább arra jó, hogy fixen, tehát így benti vetetés, hogy leteszed egy helyre, beállítod, és egy kintire nem a legjobb, hogy közelre is akarsz, távolra is, meg mindenfelé.
Így a legjobb fókusz most. Na. Ma sötétebb van, már szürkülődik, de a kamera még világosnak látszik azért, mert mondom, több fényt engedtem be. Rága kicsi traktúrkám, valamit csinálok annak is hamarosan. Na de hónap szombat, úgy néz ki, csak délután kell a bankba menjek dolgozni. Úgyhogy délelőtt nekiállok, s ültetek egy rendet. És traktúrkát is megcsinálom. De nem lehet nagy baj, a kést fejlazítom és becentírozom. Megnézem, mi mozdult el. És akkor ja, napra el van menve a bankozással, este 8-ig leszek ott, azt hiszem, ugye 1 órától 8-ig kb. És akkor vasárnap folytassuk a fűnyírás, az ültetést. Ez lesz most egy jó darabig fűnyírás, takarítás, rendezés, pakolás, ültetés. Na jó. Menjek, dobjak egy zuhanyt, mielőtt sötét lesz, mielőtt megesznek a szúnyogok, Ebbe azt szerettem ebbe a Canonba, hogy ki tudod fordítani a képernyőt, így most magamot látom, tehát oldalra ki tudom az LCD-t flippelni, és megfordítani magam felé. Na nem baj, ha nehéz, de kicsit egyúttal a súlyemelés is. Oké. Okay. Akkor see you tomorrow. Bye.